Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai műsorban elsősorban az egyetemi modellváltásról és a magánalapítványokról fogunk beszélni, két vendégemmel, Keresztes László Lórántal, az LMP frakcióvezetőjével, valamint Schiffer András ügyvéddel, az LMP egykori alapítójával. Köszöntelek titeket, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát kezdjük először a Corvinus modellel, hogy hogyan értékeljük az ő elmúlt egy évüket, és ezzel kapcsolatban tekintsünk egy kicsit vissza. Múlt héten volt egy vita, ami Fekete Győr András és Orbán Balázs között zajlott. Abban Orbán Balázs államtitkár azt mondta, hogy mivel az egyetemek felett nincs kormányzati kontroll, szerinte pont emiatt nincs politikai befolyás, és ezzel valósul meg az egyetemeknek a függetlensége. Szerintetek ez mennyire igaz így az elmúlt időszak tükrében? Nem tudok egyetérteni államtitkár úrral, bár nem volt szerencsém látni ezt a vitát, de az jól látható, hogy közvetlen kormányzati kontroll valóban nem fog megvalósulni a kiszervezett egyetemek fölött, ugyanakkor politikai kontroll igen. Tehát az látható, hogy már szinte a teljes magyar felsőoktatást kiszervezték politikailag. Ezt modellváltásnak hívja a kormány, de ez nem tekinthető modellváltásnak, ez egy modellnek sem tekinthető, nincs egységes modell. Itt a lényeg az, hogy a 6 egyetemet leszámítva a teljes magyar felsőoktatást magánalapítványokban, magánegyetemi státuszba helyezték ezekbe a közérdekű vagyonkezelő alapítványokba, és olyan módon választották ki az alapítványok esetében a döntéseket hozó kuratóriumot, hogy azok megfeleljenek a politikai szempontoknak, és én egyébként 29 olyan kurátort számoltam, hogy összesen országosan, akik vagy valamilyen tisztséget viseltek, vagy akár most is viselnek kormányzati tisztséget, pártisztséget, volt miniszterek, jelenlegi miniszterek, államtitkárok, fideszes képviselők, és ilyen módon gyakorlatilag a kormányváltásoktól, kormányzati ciklusoktól függetlenül közvetlenül a jelenleg regnáló politikai erőhöz kötődő kuratóriumok jöttek létre, jellemzően egyébként van néhány kivétel, vagy van néhány olyan kuratórium, amire ez nem mondható el teljes mértékben, de jellemzően többségében ezt látjuk. Úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy az egyetemi autonómia nemhogy megerősödött volna, de ilyen módon már nem is értelmezhető, hanem konkrétan látva a törvényeket, az egyetemek fölé helyezett kuratóriumok autonómiájáról beszélhetünk. Hiszen hogyha az megvalósul, hogy a kuratórium maga rendelkezik azzal a joggal, hogy meghatározza az egyetem szervezet és működési szabályzatát, meghatározza azt, hogy milyen jogköröket hagy meg az egyetem szenátusának, akkor gyakorlatilag minden döntésnek a lehetőségét birtokolja. András? Hát én szerintem érdemes azért majd egy picit visszaveznünk az időben a rendszerváltás környékére. Minden esetre, ami most történik, zajlik a felsőoktatásban, ott nem az az igazán izgalmas, hogy milyen stallomuk van azoknak a figuráknak, akik beülnek a kuratóriumokba, hanem hát gyakorlatilag ez az úgynevezett modellváltás, ez a privatizáció előszobája. Hiszen már az új PTK hatályba lépésénél 2014. március 15-től megjelent ez a sajátos lehetőség, csak úgy látszik egyikünk se gyanította akkor még, hogy ez hova fut ki, hogy az alapítói jogok átruházhatók a kuratóriumra. Ebbe a bizonyos kekva törvénybe, amit most húsvét után vittek át a házon, lehetővé tették, hogy ezek az egyetemi de nem csak egyetemi alapítványok, tehát ahova a közjavakat most a Fidesz kiszervezi, ezeket az alapítványokat még a polgári törvénykönyvben, illetve a civil törvényben létező alapítványokra, közhasznú szervezetekre létező gazdálkodási korlátok se fogják, tehát gyakorlatilag a rájuk bízott közvagyonnal szabadon azt csinálnak, amit akarnak. Ez a privatizáció előszobája, főleg bármit állít most a miniszterelnök. Semmi garancia nincs arra, hogy 5-10-15 év múlva financiálisan ez a modell, ez működni fog, és nem fog az egész magyar felsőoktatás úgy, ahogy van, betölni. De amiért én mondtam, Lóri, hogy érdemes visszavezni a rendszerváltáshoz, mert valóban itt van egy fatális félreértés az egyetemi autonómia fogalmával kapcsolatban, a rendszerváltás óta. Az a helyzet, hogy 1990-ben a magyar felsőoktatásban, a magyar tudományban nem történt meg a rendszerváltás. Sokan az akkori MDF-ben próbálták passzírozni Antall miniszterelnököt, aki vélhetően Kosáry akadémiai elnökkel kiegyezett, és tulajdonképpen a késő Kádár korra kialakult státuszkód az első rendszerváltó kormány, és hát természetesen aztán a Honkormány is érintetlenül hagyta. Magyarul, akik 70-es, 80-as években tudományos felsőoktatási, tehát egyetemi pozícióhoz kerültek, Sokszor már maguk sem hittek ideológiákban, nyilván a 80-as években, csak hát a kötelező köröket a hatalomnak megfutották, azok békésen átmenthették a saját salumaikat a rendszerváltás utáni Magyarországra. Eljött az egyetemi integráció időszaka. Ki volt akkor kormánya? Orbán Viktor. És hogy történt meg az egyetemi integráció? Úgy, hogy Pokorni Zoltán és Orbán Viktor a lovak közé dobták a gyeplőt, és nem azt nézték meg felelős kormányként, hogy X adófizetői pénzt hogy lehet hatékonyan elkölteni, hanem kerülték a karokkal és a rendekkel a konfliktust. Így történhetett meg, csak egy példát hozzám, földrajzilag és szakmailag közeli példát hadd mondjak, hogy mikor az államigazgatási főiskolát nem az ELTE jogi karába integrálták, mint egy BA-ként a jogászképzéshez, hanem bevitték a Közgazdasági Egyetem, a mai Corvinus jogelődjébe. Teljes abszurdum. Így alakult ki az az abszurditás, hogy ma is Budapesten, Budapest centrumában egy négyzetkilométernyi területen belül temérdek angol nyelvi képzés van, legalább 3 politikatudományi képzés, és így tovább. Tehát azt tudom mondani, hogy a felsőoktatási kormányzásra idáig, az elmúlt 30 évben megvolt a lehetőség, csak a felelős kormányok, élén az első Orbán kormánnyal a felelősséget nem vállalták. És sajnálatos módon az elmúlt 3 évtizedben az egyetemi autonómia, vagy a tudományos autonómia, az nem azt jelentette, ami ennek valójában az alkotmányos jelentése Európában, hogy nem arra szorítkozott, hogy tudományos igazság tekintetében politikusok nem jogosultak dönteni, hogy a tudományos előmenetelt ne egy miniszter, pártitkár, vagy nem tudom milyen politikus döntse el, egy minisztérium döntse el. Nem arra szorítkozott, hogy az oktatónak legyen szabadsága, hogy a katedrán mit beszél, hanem gyakorlatilag tabu volt a mindenkori felsőoktatási kormányzásnak például nagyon világos output, tehát kimeneti követelményeket meghatározni. Márpedig én adófizetőként megkövetelem, hogy az én adóforintomat felsőoktatásra épp úgy hatékonyan költse el a kormány, mint mondjuk egészségügyre. Milyen természetes ugye, hogy most számon kérjük azt, hogy sok vagy éppen kevés lélegeztetőgépet vesznek. Ugyanígy számon kérhetjük azt is adófizetőként, hogy sok vagy kevés angoltanárt, politológust, mérnököt, informatikus, jogászt képeznek. De ez egy tabu volt. Tehát a 80-as években megkövesedett tudományos felsőoktatási elithez nem mertek hozzányúlni a kormányok, a második, harmadik Orbán kormány sem mert hozzányúlni, és most sem mer hozzányúlni az Orbán kormány, ezért egy megkerülő hadműveletet választ, amit az egyszerű ember nem ért. A történetnek viszont az a végeredménye, hogy túl azon, hogy én ezt úgy értékelem, hogy ez a privatizáció előszobája ráadásul elégséges a társadalmi mobilitást és a magyar hagyományok átörökítését szolgáló felsőoktatás fenntartására semmiféle pénzügyi garancia nincsen, de ráadásul az eddig nem működtetett felsőoktatási kormányzásról hát gyakorlatilag a jelenlegi kétharmados többség mindörökre lemondott. Magyarul bármilyen mandátummal lép hivatalba egy következő kormány, akár Orbán Viktor, akár más vezette kormány 2022-ben vagy később, gyakorlatilag nem lesznek eszközei felsőoktatási kormányzást folytatni, és ráadásul eszköze se lesz arra, hogy a felsőoktatást úgy alakítsa, ami egyrészt az adófizető igényeknek, másrészt a társadalmi mobilitásnak is megfelel. Igen, bocsánat, hogyha szabad reagálni. Ez tökéletesen egyetértek, és hogy nemhogy nincs garancia arra, hogy 15 éven belül mondjuk nem dől be a magyar felsőoktatás, de már most látható, hogy semmit nem tettek ennek a anyagi alátámasztására, amit most ugye modellváltásként végrehajtottak. Ugye a Corvinus esetében még történt bizonyos részvénypakett átadás, tehát adtak át olyan vagyont, ami mondjuk bevételt termelhet az egyetemeknek, nyilván azzal együtt, hogy ugyanúgy az adófizetőknek részt kell vállalni jelentős részben az egyetem fenntartásába. De a jellemzően, ami most történt, és főleg, hogy a vidéki egyetemeket nézzük, ezek nem kaptak semmi olyan vagyonelemet, amiből bevételük származna. Tehát konkrétan az történt, hogy itt hatalmas vagyon, de egyébként nagyon nehéz elmagyarázni is, hogy milyen hatalmas, óriási vagyont és erőt szerveztek ilyen módon, gyakorlatilag privatizáltak, kiszervezték ezekbe a kuratóriumokba, és tulajdonképpen ezek már magánegyetemként működnek, a hatalmas közvagyon kiszervezésével, de nem kaptak semmit, ami a fenntartásokat biztosíthatná. Ugye eleve volt egy ilyen döbbenetes eljárás, hogy azzal hitegették mondjuk úgy, vagy zsarolták az egyetemeket, kinek milyen szóhasználat tetszik igazából, hogy történelmi szintű fejlesztés történhet meg, óriási nem tudom, infrastruktúra, intézményi fejlesztés, az 1500 milliárdos, tehát ennyit ígért Orbán Viktor, 1500 milliárdos uniós fejlesztési forrásból. Majd amikor megtörtént a szavazás, akkor jelezték, hogy ez nem fog megtörténni, ugye már lemondtak a hitel részéről a helyreállítási alapnak. És hogyha körülnézünk és gyűjtjük az információkat, akkor már láthatunk olyan és hallhatunk olyan egyetemi fejlesztésekről, amikről már lemondtak. És látható, hogy nincs a központi költségvetésben sem az ilyen módon meg nem valósított fejlesztési forrás biztosítva, és én nem is látom egyébként még a béremelésre sem, úgymond még ilyen nem tudom, hiánypótlásnak sem elegendő béremelésre sem a keretet. És hogyha megnézzük, hogy a törvény mindenre ad lehetőséget, akkor például mondjuk ha szűkebb hazámat nézem, a Pécsi Tudományegyetemnek arra lesz lehetőség, hogy az így kapott bizonyos ingatlanokat, vagyonelemeket eladják, és azt felélve próbálják fenntartani az egyetem működését. Tehát már most nincsenek meg az alapok a financiális fenntartáshoz. És azt pedig, hogy amit te is mondtál, András, hogy itt konkrétan egy olyan jellegű átalakítás, egy olyan reform, olyan valódi modellváltás történhet, amiről beszélsz, hogy valóban ilyen módon megvalósulhasson a tudomány szabad művelése és ennek a megalapozása, azt pedig megint csak lehetetlenné teszi, hogy olyan jellegű politikai irányítást kaptak az egyetemek, illetve úgy kaptak politikai irányítást, hogy az amellett a szenátusnak nem adta meg ezekben a kérdésekben a döntési jogosítványokat. Érdemes ezt a fókuszt kitágítani, mert nem csak a felsőoktatásról van szó. Tehát az történt, hogy 90 után ezek az úgynevezett megalvat struktúrák háborítatlanul működtek minimum 2010-ig, de tovább is. De ezekkel szemben, amik ráadásul pont az akadémiai felsőoktatási szektorban eléggé dominánsak voltak a rendszerváltás után ezek a megalvat struktúrák. Tehát azok a hegemon pozíciók, amiket még a kommunista rendszerben alakítottak. Status quo. Orbánnak ezzel szemben a gyógyírt azt jelenti, idézőjelbe téve természetesen a gyógyírt, hogyha egy ellenmély államot hoz létre. Mert itt valójában erről van szó, és itt a felsőoktatás csak egy nagyon fontos, hogy mondjam, szellemi hídfőállás, de hát nézzük meg, hogy önálló szabályozó szervbe szervezi ki az atomenergia igazgatástól, a koncessziókon át, a bírósági végrehajtásig, a felszámolói névjegyzékig, rengeteg mindent. Kevéssé csörömpöltünk sajnos annak idején, elég sok egyéb baj volt ugye a média alkotmánnyal, az NMHH mellett. Ugye én ma már a technológia is azért tehát átment egy fejlődésen az elmúlt 10 évben, ma már egyáltalán nem tartanám ördögtől valónak, hogy igenis egy kormányzati szerv lássa el a médiaigazgatást, és ott van a hírközlési igazgatás. Emlékszünk arra, hogy a megyesi kormány idején informatika és hírközlési minisztériuma volt még az országnak. Ma az NMHH is birtokol egy olyan területet, ami valamikor még egy minisztérium volt, ma viszont hozzáférhetetlen a mindenkori kormánytöbbség számára. Ugyanígy az atomenergia hivatal, a közműszabályozás és így tovább, és ezt a rendszert egészíti ki egyrészt az APAK, amit most közvagyonként, illetve felsőoktatási fenntartói jogként kiszerveznek olyan alapítványokba, amiket 2/3 hiány egy következő kormány nem fog tudni megpiszkálni, és akkor hát nem beszélve arról, hogy az alaptörvény tele van olyan 2/3-os klauzulákkal, amik a mindenkori kormánynak a közpolitikai mozgásterét szűkítik, tehát akár birtokpolitikáról beszélünk, akár az adórendszerről. Tehát, hogy én azt tartom veszedelmesnek, hogy miközben az egy jogos látlelet, hogy pont a felsőoktatási akadémiai szférát túlságosan is uralták ezek a kommunista rendszerből itt maradt megalvat struktúrák. Hogy nem volt felsőoktatási kormányzás. Az egyetemi autonómia fogalmát bő 2 évtizeden, 4. századon keresztül összekeverték azzal, hogy a közpénzzel a mindenkori egyetemi mandarinok azt csinálnak, amit akarnak. És olyan képzést nyitnak közpénzen, független attól, hogy mi a közérdek, amit ők akarnak, és ami az ő személyes érdekeiket szolgálja. Napestig beszélhetnék ilyen példákról, mondjuk a egykori alma máterem, az ELTE-t illetően. De most a helyzetre, mint oly sokszor, egyébként legalábbis nem ideális diagnózisra, a miniszterelnök egy pusztító terápiát ad, lehetetlenné teszi azt, hogy felsőoktatási kormányzás valósuljon meg az országba, kiépít egy olyan párhuzamos államot, ahol legalábbis az ő feltételezései szerint az ő hűbéresei konkrét közigazgatási, közpolitikai szektorokat, állami vagyontömegeket uralnak akkor is, hogyha a választók Orbán Viktort kiszavazzák a hatalomból. Egyébként az a helyzet, hogyha nincs is kormányváltás 2022-ben, hanem a Fidesz tovább kormányoz egyszerű többséggel, vagy mondjuk kormányváltáson 2022-ben, de 26-ban visszajön egy egyszerű többséggel a Fidesz. És 22 és 26 között mondjuk valamelyik főhatóság vezetőjének lejár a mandátuma. Maga egy Orbán Viktor által vezetett kormány, vagy egy bármilyen fideszes kormány is egy lehetetlen helyzetbe tud kerülni, és ezt azért érdemes emiatt csilingálni. Mert amikor egyik oldalon, ellenzéki oldalon vannak azok a hangok, hogy igenis föl kell függeszteni a jogfolytonosságot, és a kétharmadot feles törvényekkel át kell írni. Másfelől viszont Orbán nem úgy aknázza alá a demokráciát, ahogy itt a Sargentini jelentés, meg ezek a Vera Jorúval, meg ezek itt óvégatnak. Ezek sokszor propaganda szlogenek. Lesz szabad választás Magyarországon, csak éppen a tétjét hónapról hónapra csökkenti. Mi ennek a folyamatnak a vége, amikor egyik oldalon nyílt alkotmánysértéssel fenyegetnek ellenzéki oldalon, másikon, a kormány oldalon pedig gyakorlatilag a választók kezéből a választás lehetőségét kiveszik. Ha ennek a játéknak nincs vége, nagyon könnyen polgárháború szélére lehet sodorni Magyarországot. Hát igen, mondták, hogy pusztítónak pusztító, csak nem terápia, amit alkalmaz. Mielőtt áttérünk még kicsit jobban a mély állam kiépítésére, és hogy abból hogyan lehet esetlegesen kijönni, még egy kicsit visszatérnék az egyetemi modellváltásra. Talán ez a fajta tevékenység a kormánynak akkor vált ismertebbé, amikor az SZFE-n megkezdődtek a tüntetések. Viszont azt is látjuk, hogy semmilyen más egyetemen nem volt semmilyen fellépés, se a diákság, se az egyetem vezetése részéről. Szerintetek miért volt ez? Beletöröttek abba, hogy kétharmadban és bármit megtehetnek, vagy más oka volt ennek? Nagyon érdekes, szerintem ennek ilyen, nem tudom, csoportdinamikai jelentősége van. Ugye itt az SZFE esetében egy nagyon pici közösségről beszélünk, néhány száz hallgatóról. És hogyha megnézzük a legnagyobb egyetemeket, amik most mondhatjuk így, hogy áldozatul estek ennek a modellváltásnak, ott több tízezer hallgató van. És nem formálódnak olyan közösségek, nincs egy ilyen jellegű lehetőség, hogy egy kis gyújtással úgymond ilyen ellenállást lehet végrehajtani, vagy elindítani, vagy kialakulna magától. De egyébként voltak tüntetések, én nagyon elszórtam, meg hát ugye döbbenetes módon ezt akkor hajtották végre ezt a folyamatot, amikor a legszigorúbb korlátozások voltak. Tehát konkrétan az utcára menni nem lehetett, tüntetni nem nagyon lehetett, és az, amikor ilyen online fórumokat tartottak, annak pedig nem volt olyan ereje, nem tudott annyira átmenni a köztudatba és a társadalomba. Hát a Pécsi Egyetemen több ilyen fórumot is tartottak, az egyiken több mint 800-an voltak ott. És egyébként ott tartottak egy informális szavazást, ahol ilyen elsöprő többséggel elutasították. Úgyhogy szerintem ez is egy ilyen ravasz, és mondhatjuk, hogy aljas húzás volt a kormány részéről, hogy így bedobta, mondhatjuk így valamikor így a tél elején ezt a folyamatot, illetve a modellváltást, és sőt, még szembe is mentek egyébként a saját gondolataikkal, mert épp Palkovics László mondta ki, hogy a legnagyobb egyetemek esetében föl sem merült ez a bizonyos alapítványi kiszervezés vagy privatizáció, és mégis betolták, mert úgy érezték, hogy eljött az a történelmi pillanat, hogy ezt végrehajthatják. De egészen döbbenetes volt egyébként, hogy én nagyon belástam magam ebbe a folyamatba, nagyon sok vidéki helyszínen jártam, sokakkal beszéltem egyetemi polgárokkal, és látható, hogy itt volt egy szisztematikus munka, hogy hogyan tudták átfordítani a szenátusokat, az egyetemi szenátusokat. Voltak, akik nem tudom, talán egy picit, hogy ugye túl sok jót feltételeztek a kormányról, és úgy gondolták, hogy valóban így a kisebb rossz irányába elmozdulva így fejlesztési forrásokhoz juthatnak, és sajnos nagyon sok esetről hallunk, ahol személyes motivációval úgymond, vagy adott esetben bizonyos a retorziók kilátásba helyezésével, mondjuk ugye tudományos előmenetellel kapcsolatban alakították ki a többségeket. Hát ugye az egyik legkirívóbb példa az talán a szegedi szenátusi döntés volt, amikor egy teljes káosz alakult ki, és ott konkrétan a Fidesz helyi szervezetének az egyik befolyásos embere, mint az egyetemi szenátus tagja, ő fittyet hányva arra, hogy az őt delegáló karitanács milyen mandátummal küldte, ő megszavazta a modellváltást. És egyébként elképesztő, hogy a mai napig, még amikor vitatkozunk erre az országgyűlésben, akkor van, hogy úgy mondjam, arca, bocsánat a szóhasználatért, az illetékes kormány tisztviselőnek arra hivatkozni, hogy itt önkéntes döntések voltak, holott ahol konkrét feltételeket fogalmaztak meg, azokat tételen sem lehet bizonyítani, hogy semmit nem tartottak meg belőle. Hát ez kb. Úgy volt önkéntes, mint az 50-es évek, 60-as végén, 60-as évek elején a TSZ-esítés, hát az is önkéntes volt, csak tettek róla, hogy önkéntes legyen. Igen. Hát egyébként Vinnai képviselő úr a Kulturális Bizottság ülésén tolba mondta konkrétan, hogy aki a modellváltásból kimarad, az a fejlesztési forrásokra lemarad. Tehát ő egy kis kerek perec, egy nyílt ülésen ezt így elmondta. Most még már az is le fog maradni, aki benne van. Így van. Szóval, ha az SZFE-t kifirtatod, mert ez egyébként egy teljesen jogos kérdés, hogy miért pont annak volt ekkora füstje, miközben ugye hát itt sokkal nagyobb egyetemekről van szó, sőt, ami ugye engem kifejezetten, hogy mondjam, irritált is augusztus-szeptemberben. Ugye, amikor még azt az adagot vette csak elő a Fidesz, bár lehetett látni a folyamat végét, hogy társadalmi mobilitási szempontból a Miskolci Egyetem vagy a Gödöllői Egyetem a sokkal fontosabb, mint az SZFE, ez a helyzet. Egyrészt nyilván Lórinak abban teljesen igaza van, hogy ennek van egy szociálpszichológiai, csoportdinamikai oka. Tehát egy néhány száz fős közösségben a mi tudat az sokkal könnyebben kialakul, mint egy több ezres vagy éppen tízezres, vagy egyáltalán közösség szót lehet használni ezekre a nagy egyetemekre, ugye? De azért amellett sem menjünk el, hogy ez egy hatalmi harc. Mármint nem csak a felsőoktatáson belül, hanem a szellemi életben. Tehát, hogy a 2010 előtti hegemon elit csoportok számára az SZFE az egy nagyon fontos hídfőállás volt, és másik oldalról Orbánék számára is az SZFE-nek a bevétele. Tehát magyarul annak a felsőoktatási intézménynek a bevétele, ahol nem csak színpadi színészeket, meg filmrendezőket képeznek, hanem olyan művészeket, olyan mesterembereket, hogy fogalmazzak, akikből celebek lehetnek a következő évtizedekben. Kik fogják a valóságot meghatározni? Elég nagy eséllyel olyanok, akik az SZFE-re jártak, vagy megkapták azt a képzést, amit az SZFE nyújtani tud. Tehát ez egy kicsit a lelkekért folytatott meglehetősen nemtelen küzdelem, ahol ráadásul a nagy csattanást el lehetett volna kerülni, hogyha egyébként Orbánnak ez az érdeke, mert ha pusztán annyit tesznek, hogy Vidnyánszkyék már mondjuk június-július körül leülnek a hallgatói önkormányzattal, emberszámba veszik azokat a hallgatókat, ahogy most itt adjuk a különböző elitcsoportok közötti küzdelmet. Egyszerűen arról van szó, hogy valaki megváltotta a belépőjegyet egy képzésre, fölvették, vagy éppen pénzt fizetett érte, teljesen mindegy, tehát hogy most adóforintból vagy tandíjból. Joga van hozzá, hogy utána megkapja azt a szolgáltatást, amire befizetett. Márpedig a modellváltás az SZFE-nél okkal ébresztett kétségeket a hallgatókból, hogy teljesen más típusú szolgáltatást fognak kapni, mint amire beneveztek. Elemi érdeke lett volna politikailag is a hatalommal, és a szakmai tisztesség, sőt, hát én azt gondolom, hogy a hallgatói jogoknak a tiszteletben tartása is azt követelte volna, hogy már még a törvény elfogadása előtt, de utána azonnal folyamatosan egyeztessenek a hallgatókkal. Ez nem volt fontos. Én szerintem a helyzet eszkalációja az kifejezetten érdeke is lehetett a miniszterelnöknek. Tudniillik, itt is jól számolt. Valószínűleg Lóri ezt a csoportdinamikai képletet, ezt Orbán is látta, és hát azért itt a nemzeti cinizmus rendszerem most már 11. éve működik, és pontosan azzal számolt, ami bekövetkezett most lezárástól függetlenül, hogy az, hogy a színművészeti néhány száz hallgató csinálja a balhét, miközben másút ezrekről vagy éppen tízezrekről van szó, nem beszélve arról, hogy a covidos válsághelyzetben százezrek egzisztenciája rendül meg, akkor az SZFE-sekből, meg az SZFE-re felfűződő ellenzéki pártokból céltáblát lehet gyártani. Hogy ők egy szűk kisebbségért aggódnak, miközben itt százezrek megélhetése forog kockán, miközben ezres, tízezres nagyságrendű egyetemek boldogan és önként, mondom, mint a TSZ-esítésnél a gazdaparasztok, bementek a modellváltásba. Tehát nem vagyok teljesen meggyőzve arról, hogy az egész SZFE konfliktus nem szándékosan lett eszkalálva Orbánék, Vidnyánszkyék részéről. Hát Vidnyánszky részéről nem hiszem, de hogy Orbán részéről ez is egy színház volt, mint oly sok minden, mert minél nagyobb a balhé az SZFE körül, ráadásul ez még nemzetközi figyelmet is kap, annál inkább Orbán el tudja játszani a plebejus szerepet, hogy ő a néppel van, ő a sokasággal van, miközben itt egy elitért pampog az ellenzék. Igen, és azért ezt hozzá kell tenni, hogy érzékelni lehessen, hogy milyen jelentőség volt, milyen különbségek vannak, hogy azt ki kell mondani, hogy a vidéken már nincs állami felsőoktatási intézmény. Bocsánat, nincs, ugye vannak egyházi felsőoktatási intézmények, de ami, így van, de ami állami felsőoktatási intézmény volt, ezeket mondhatjuk, hogy hiba nélkül magánegyetemekké konvertálták. És hogy milyen jelentősége van ezeknek? Ugye tudjuk, hogy 4 régiónk az Unió 20 legszegényebb térsége között van, és hogy milyen jelentősége van ezeknek az egyetemeknek. Ha megnézzük, Szegednek 20 000 hallgatója van, Debrecen közel 30 000 hallgatóval bír, Pécsen 20 000 hallgató van. És hogy micsoda gazdasági erőt képviselnek. És csak egy összehasonlítást teszünk, akkor Pécs város költségvetése 51-néhány milliárd forint, a Pécsi Egyetem költségvetése ennek a duplája. Nem csak a városnak, nem csak a megyének, hanem a régiónak az egyik legnagyobb foglalkoztatója az egyetem, a 7000 munkavállalójával. Tehát sok ezer család megélhetéséről van szó. De oda tartoznak a klinikák. Ugye mind a 3 nagy egyetem esetében orvosi karral rendelkező egyetemekről van szó, klinikákról, elképesztő értékekről, sorolhatnánk a kollégiumokat. Tehát elképesztő ingatlan vagyonról, gazdasági előről van szó. És hogyha megnézzük az egyetemnek a tevékenységét, tehát hogyha már csak azt nézzük, hogy ezekben a városokban, ezekben a régiókban milyen gazdasági ereje van a sok ezer hallgatónak. Tehát a sok ezer hallgató jelenléte az önmagában egy óriási gazdasági erő, és az alapja az adott, nem is csak városoknak, a megyéknek, a gazdaságának. Elképesztően nagy és fontos szereplő. És hogyha bármit gondolkodunk, vagy bármilyen módon gondolkodunk ezeknek a régióknak a fejlesztéséről, a gazdaságfejlesztéséről, akkor mindig oda lyukadunk ki, hogy az egyetem miként viszonyul ehhez, milyen szerepe lehet ebbe, akár az innovációba, akár konkrét befektetésekbe, akár a gazdasági erejénél fogva, mint piac, mint önmagában egy piac. Tehát ez nem csak az egyetemeket érintette most ez az úgynevezett modellváltás, a kiszervezés, hanem ezeknek a régióknak a fejlesztését. Tehát igazából nem csak az egyetemekre tette rá a kezét ilyen módon, nem is jelenlegi kormányzati hatalom tekintetében Orbán Viktor, hanem már valóban, ahogy mondod András, hogy a kormányváltástól akár függetlenül is az ő személyes politikai irányítását nem csak az egyetemekre tettek rá, hanem ezeknek a régióknak a jövőjére, a fejlesztésére. És egyébként még volt is olyan cinikus, hogy ugye nem olyan régen kinevezett bizonyos regionális fejlesztési biztosokat. Már én sem tudom követni, hogy milyen kormánybiztosok, meg milyen emberek vannak a rendszerben. Ez a cél, hogy ne tud követni. Igen, és ugye, hogy milyen feladatokat kaptak ezek a biztosok. Hát ugye ott van Navracsics Tibor, mint az adott régióért felelős, vagy éppen Mikes Éva, Pécs volt fideszes alpolgármester, aki a Dél-Dunántúli régióért felelős. Hát ők megkapták a lehetőséget a kuratóriumban. Tehát ugye a Pécsi Egyetemnek is a úgymond tudományos szakmai alapon és a társadalmat a reprezentáló kuratóriuma úgy néz ki, hogy egy volt fideszes alpolgármester, aki amúgy a régiófejlesztésért felelős biztos, benn van a kuratóriumban. Ott van Bódis államtitkár úr, aki hát picit olyan szerény módon nem vett részt a felsőoktatást érintő történelmi szintű átalakításnak a vitáján, mint szakállamtitkár, be se tette a lábát a parlamentbe. Feladatot kiadták Sanda miniszterhelyettes úrnak. Decsi István, aki szintén egy volt fideszes alpolgármester, akit politikai alapon kancellárrá neveztek ki. Ő is megkapta a lehetőséget, és Szili Katalin úgymond baloldali politikusként, aki pontosan tudjuk, hogy miniszterelnöki megbízottként már nagyon régóta a kormány szolgálatában áll, és megnézhetjük a többi egyetem kuratóriumának az összetételét. Tehát egy elképesztő, a nagy, fontos egyetemi funkciók mellett egy elképesztő gazdasági erőt és az adott régióknak a jövőjét meghatározó szereplőt is ilyen módon politikai irányítás alá helyeztek. Ugye van itt egy fontos filozófiai kérdés, ami tulajdonképpen az egész Orbán én hatalomgyakorlásnak a híles sarka. Ugye a miniszterelnök az egyik péntek reggeli rádiós szózatában úgy fogalmazott a kuratóriumi összetételekkel kapcsolatban, hogy ő nem szeretne olyan egyetemi irányítást, ami globalista, internacionalista, jelentsen ez már. Ezzel én még hajlok is egyetérteni. De van-e Orbán Viktornak, aki 4 évre kapott, hát egyrészt képviselői, de másrészt miniszterelnöki mandátumot a választóktól, van-e joga arra, hogy elvegye a magyar választóktól azt a jogot, hogy adott esetben 4 év múlva globalista, internacionalista, mit tudom én, milyen irányítás alá helyezzék akár a felsőoktatást, vagy bármit. Hát egy demokrácia nem arról szól, hogy vannak versengő alternatívák, és a nép meghatározott időközönként ebből választhat. Én is azt gondolom, hogy józan nép nem fog globalista politikát többségbe szavazni a Magyarországgyűlésbe, de aki 4 évre kap felhatalmazást és nem örök életre, az már pedig nem örök életre kapta Orbán Viktor sem a felhatalmazását, az milyen alapon vonja meg a magyar választóktól azt a jogot, hogy bármilyen irányba alakítsák, nem úgy általában a politikát, konkrétan például a felsőoktatást, médiapolitikát, bármi egyebet. Hát, ha már ennél a kérdésnél tartunk, akkor azt tudni kell, hogy volt az ellenzéknek egy alkotmánybírósági beadványa. Itt milyen ítéletre számítotok, mi lesz az alkotmánybíróság döntésen a kiszervezésekkel kapcsolatosan? Ugye ez most a napokban adjuk majd be az alkotmánybírósági beadványt, ezt még nem adtuk be. Nyilván érhetnek minket meglepetések, de a papírforma az, hogy az alkotmánybíróság el fogja utasítani ezt a beadványt. De én azt gondolom, hogy vannak pozitív meglepetések. És ugye éppen a mai napnak egy aktualitása, vagy egy egészen elképesztően extrém törvényjavaslata Böröcz László fideszes képviselő előhozakodott, ami szinte kimondhatatlan hatással bírt volna, hogy 100 000 önkormányzati lakástöredék áron történő eladásáról van szó. És lehet, hogy ebben volt valamiféle politikai játék a miniszterelnök részéről, hogy ezt így bedobatta egy ilyen kis saját politikai strómanjával. Ugyanakkor én érzékeltem azt a társadalmi ellenállást, lehetett látni ezt a társadalmi ellenállást, olyan értelemben társadalmi és politikai ellenállást, ami szerintem összefüggésben volt azzal, hogy meghátráltak. És ilyen módon bennem azért némi optimizmus van az alkotmánybírósági beadvánnyal kapcsolatban is. Tehát, hogy amit konkrétan láttunk Böröcz képviselő javaslata kapcsán, az nem csak az, hogy nem is tudom, melyik kerületi fideszes polgármester marhaságnak nevezte, és nem csak Palkovics András, aki viszonylag gyakran, igen, Palkovics András viszonylag gyakran Székesfehérvár fideszes polgármester, gyakran fogalmaz meg éles kritikát, de most megszólalt Debrecen polgármestere is, és sorba egymás után olyan kormánypárti polgármesterek, akik úgy érezték, hogy ez már egy olyan szinten lépte át a vörös vonalat Orbán Viktor és a Fidesz, hogy ezt már nem tudják tartani. Hát én annyiban lennék, hát az, hogy optimista, inkább csak úgy elemzőleg, hogy pont az alaptörvény a nemzeti vagyon gazdálkodása tekintetében egyébként a korábbi alkotmányos szöveghez képest nagyon sok nemes rendelkezést tartalmaz. Ezt Orbán illetve Szájer alkották meg, amit Szájer József iPadjén, a legenda szerint, de ez viszont azt is jelenti, hogy a nemzeti vagyon elemeivel úgy bánni, olyan modellben bánni, ahogyan most ezeket alapítványba szervezik ki úgy, hogy ráadásul az alapítói jogokat is átruházzák a kuratóriumra. Én azt gondolom, hogy az Alkotmánybíróság nem csak a saját szerepét, hanem pont az alaptörvénybe iktatott közpénzrendelkezéseket, amik a nemzeti vagyonvédelmére, mondom, példamutatóan a megelőző 20 évhez képest nagyon komoly garanciákat tartalmaznak, komolyan veszik, akkor ennek a törvénynek nem szabadna megállni az alkotmányosság próbáját. Tehát én nem biztos, hogy az egyetemi autonómia felől közelítenék, mert azért ez egy, és finoman fogalmazva, hogy eléggé túlterhelt fogalom, mert hogy kinek az autonómiája az egyetemi autonómia, ugye? Na de ha a nemzeti vagyonnal kapcsolatos alaptörvényi rendelkezéseket, tehát a saját alaptörvényét Orbán komolyan veszi, akkor nem lehet vagyonelemeket csak úgy odaadni az alapító jogokkal együtt úgy, hogy holnaptól kezdve hát még az információs szabadság nyújtotta lehetőségekkel is igen nehezen lehet élni, hogy ezekkel a vagyonelemekkel mi történik. Tehát magyarul semmi nem véd meg minket attól, hogy az alapító jogokkal is adott esetben fölruházott kuratórium még csak nem is gazságból, de úgy gazdálkodik ezekkel a vagyonelemekkel, hogy végső fokon veszítenek ezek az alapítványok. Magyarul elkutyavetyéli ezeket az átadott részvényeket, ingatlanokat, mifenéket, szellemi tulajdonjogokat. Hol van akkor a nemzeti vagyonnak az alkotmányos védelme? Tehát én csak azt mondanám, nem szeretnék jósolni, de hogyha az Alkotmánybíróság komolyan veszi a nemzeti vagyon védelmére vonatkozó rendelkezéseket, akkor magának ennek a modellnek nem szabadna kiállni a normakontroll próbáját. Mire számítunk az esetleges kormányváltás után? Hogyha nem lesz alkotmányozó többségnek az ellenzéknek, akkor milyen nehézségek, és mikor fognak először látszódni ezek a nehézségek? Már az első években, első 2 évben mire számítotok? Ugye közvetlenül a felsőoktatásról beszélünk. Ugye nyilván készülünk arra, hogy milyen módon lehet kármentést végrehajtani, és nyilván nem akarunk ötleteket adni a kormánynak, hogy még milyen kis kapukat zárjanak be jogi értelemben, de azért ezt tudni kell, hogy pontosan azért, mert ez valójában nem modellváltás. Itt a finanszírozást, hogy úgy mondjam, nem transformálták át. Itt azért látható, hogy egyrészt a felsőoktatási törvény az érvényes az egyetemekre, másrészt a finanszírozás az jelentős részben néhány ilyen szempontból elnyésző példát leszámítva, az a központi költségvetésből érkezik. Tehát akár, hogyha megnézzük az orvosegyetemek esetében, nyilván de az egyetemek központi funkcióját, oktatási funkció tekintetében is. Tehát mondhatjuk úgy, hogy minimum ugye két tárgyalópartner fog egymással szembe ülni, van az egyetem és van a megrendelő, aki fizeti a cekket, úgymond megrendeli és finanszírozza a szolgáltatást. Tehát látod, hogy a kormányváltás történik, akkor nyilvánvalóan azért tárgyaló partnerként is ezeket a kérdéseket át lehet tekinteni, hiszen, hogy úgy mondjam, a megrendelést és a finanszírozást a következő kormány, az állam fogja biztosítani. Nagyon sokan nem látják át azt, hogy itt igazából ugyanúgy az adófizetőkkel fizettetik meg az egyetemeket, főleg azokat, amelyeket ugye vidéki felsőoktatási intézményeket, úgyhogy azért sem lehet ezt modellváltásnak tekinteni, mert nem valósították meg a finanszírozásnak a más formából történő megalapozását. Tehát úgy gondolom, hogy lehetőségek vannak, és nyilván azokat a jogi lehetőséget is meg kell találni, hogy ezeket a hatalmas kiszervezéseket meg lehessen fordítani, ezeknek a döntéseknek a jelentős részét meg lehessen változtatni, mert ebben a formában ez egészen biztosan nem maradhat. Ugye a tágabb értelemben nézzük, akkor ugye nem csak az egyetemi modellváltásról van szó, hanem, mint ahogy említettük, a médiahatóság, ugye most talán a víziközművek vannak terítéken, tehát hogy itt azért ez egy sokkal összetettebb és komplexebb kérdés, hogy oké, az egyetemekkel kapcsolatban le kell ülni tárgyalni, de mi van a többi területtel? Hát ugye a víziközművek esetében jelenleg az a helyzet, hogy most ugye nagy állami szolgáltatókat összevonják, de azért a szolgáltatók jelentős többsége önkormányzati tulajdonban van, önkormányzati fenntartásban van. És ugyanúgy, ahogy most viszonylag rövid idő alatt egy jelentősebb politikai ellenállás volt érezhető a bérlakások tekintetében. Én nagyon bízok benne, hogy hasonló ellenállás fog megvalósulni, hogyha esetleg arra vetemedne a kormány, hogy az önkormányzati fenntartású víziközmű szolgáltató cégeket is átpróbálja menteni, vagy megpróbálja beterelni most jelenleg egy állami fenntartásba, és utána próbálja meg valamiféle olyan kiszervezést megvalósítani, ami megakadályozza adott esetben egy kormányváltás után az ezek fölött történő diszponálás. Tehát ilyen szempontból én még optimistább vagyok, hogy az önkormányzatoknak meg is tudják védeni láthatóan a legfontosabb vagyonelemeket. Egyébként az érezhető, hogy van egy ilyen tendencia és egy ilyen szándék a kormány részéről, és ez összefüggésben van az önkormányzati források megvonásával és az önkormányzatok megszorításával, hogy a közszolgáltatásokat, az önkormányzatok birtokában lévő vagy feladataként meglévő közszolgáltatásokat az állam felé tereljék át. Ki tudja utána milyen szándékkal. És nyilván vannak egyébként a közműveket érintően is veszélyek. Az Atomenergia Hivatal kérdése az egészen ijesztő, megmondom őszintén, amit most látok, ugye holnap tárgyalja a parlament az Atomenergia Hivatal működésére vonatkozó egészen durva átalakításokat. Ugye olyan elképesztő folyamatot tapasztalunk, hogy a nagyon-nagyon régóta regnáló főigazgatója, vezetője az Atomenergia Hivatalnak váratlanul és indoklás nélkül lemondott. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ez nem az egy ilyen nem kis regionális korrupciós botrányba bukott bele a főigazgató, ennek én gondolom, hogy oka van, nyomos oka van az ő lemondásának. És nem sokkal később láthatjuk, hogy a Paks 2 a Covid miatt online tartott közmeghallgatásának milyen eredménye született, tehát én magam is 16-17 kérdést feltettem, és döbbenetes. Tehát az Atomenergia Hivatal leírta, hogy 500 problémát detektált eddig az új atomerőművi blokkok engedélyezése közben. De egészen elképesztő mértékű problémákat. Ugye itt aktív törésvonalaktól kezdve nukleáris hulladékok elhelyezésén át olyan kérdéseket is feltettünk, hogy az új építendő blokkoknak az építése konkrétan a jelenleg üzemelő blokkok stabilitását mennyiben veszélyezteti. Tehát nagyon súlyos kérdéseket tettünk fel, és nagyon súlyos kérdésekre nincs válasz. És hát nem sokkal ezután, hogy ez megismerhetővé vált, bejött ez a módosító javaslat, hogy gyakorlatilag, és ugye ezzel indokolják, hogy a kormány felügyelet alól kiveszik ezt a hatóságot, és egy önálló, mondjuk az országgyűlés felügyelete alá helyezik, de oly módon, hogy Orbán Viktor 9 évre kinevez egy olyan vezetőt, akinek egyébként még a szakirányú felsőfokú végzettség megléte sem feltétel. Tehát gyakorlatilag 9 évre kinevez egy politikai megbízottat. Ez fel fogja adni a leckét, az biztos egy kormányváltás után, hogyha nincs alkotmányozó többség az ellenzéknek, hogy mit kezdünk ezzel a helyzettel, de az teljesen világos, hogy ezt meg kell tudni oldani, és ez nem csak a paksi atomerőmű engedélyezésével van összefüggésben, hanem mindennel, ami a nukleáris energia, azzal, hogy békés felhasználásával van összefüggésben, a nukleáris hulladékok elhelyezésén át, ugye a majdani atomtemető helyszínén keresztül egy esetleges uránbánya engedélyezésének a folyamatában, de a mindennapi életben a különböző orvosi eszközök felügyeletével és engedélyezésével kapcsolatos tevékenységek miatt is ennek óriási jelentősége van. Én azt gondolom, hogy tényleg bölcs dolog a lehetséges mozgástéről az ellenzéknek most nem beszélni. Ezt Lóri is említette, vagy korábban Molnár Zsolt is egy tévénynyilatkozatában, hiszen én csak azt mondanám, hogy nincs hermetikusan zárt jogi rendszer, tehát bárhogyan erőlködik a Fidesz, azért meg lehet találni a legális módját annak, hogy feles törvényekkel visszaszorítani a NER-nek a kiépülő potenciális ellenmélyállomát, vagy mélyállomát. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogyha mégis belemegy egy olyan játékba egy kormányváltás után a jelenlegi ellenzék, hogy gyakorlatilag fölülírva az írott jogot, feles törvényekkel átír kétharmatos törvényeket, hogyha 26-ban, most azt hagyjuk is, hogy a Fidesz mögött lesz legalább 2 millió utcára vihető ember, és ebben most nem is mennék bele, a 26-ban etalántán mégis újra kormányváltás van, tehát visszatér a Fidesz, Orbán, tök mindegy, hogy hívják akkor éppen a vezért, akkor vajon ők mit fognak csinálni? És ebben nem fog-e beleroppanni az ország? Tehát én ezért mondom azt, hogy ez egy veszélyes játszma, amit játszik a Fidesz. Én is azt gondolom, hogy bőven megvannak a lehetőségek, hogy ugyan szűk a játéktér, de mégis feles törvényekkel nagyon fontos dolgokat el lehet érni. A NER rendkívül rafinált építkezése ellenére és kétharmados építkezése ellenére is, és még valami. Az elmúlt 11 évnek a közjogi építkezését nem az jellemezte, hogy valami nagyon kiérlelt filozófia, államelmélet mentén Orbán egy koherens struktúrát hozott, vagy hozatott volna létre, hanem ez a pillanatnyilag jó ötletnek látszik volt a vezérelve, ami éppen pillanatnyi csillagállás szerint a Fidesznek kedvezett, azt meghozták. Hát most messzebbre nem menjek, ugye ott volt a gerrymandering, tehát a választási földrajz, amiatt ugye mi is éppeleget óbégattunk. Hát nem telt bele pár hónap, nézd meg a tapolcai választókörzetet, úgymond visszanyalt a fagyi. De ja, te szűke pátriádat nézem, ugye Új-Budának az alsó részét is azért csapták Budafokhoz, hogy a szocialistáktól elvegyenek egy választókerületet, és mi lett? Molnár Gyula behúzta azt a választókerületet. Tehát ezt csak azért mondom példaként, hogy ami éppen akkor jó ötletnek látszik a Fidesznek pillanatnyilag, kétszer sem biztos, hogy egy kormányváltás után is az akkor ellenzékbe szoruló Fidesznek ez ugyanolyan jó lesz. Abba se lehetünk biztosak. Egy Körösényi szavaival élve itt a kulcseleme a rendszernek a karizmatikus legitimáció. Hogy érvényesül-e ez a karizmatikus legitimáció akkor, amikor lehet, hogy a pénzparipa ott van Orbánnál, de a közhatalmi eszközök mégse lesznek ott. Ezek a kinevezett emberek ugyanolyan, akár a kuratóriumi tagok, akár a főhatósági vezetők, a leválthatatlan kétharmados főhatósági vezetők ugyanolyan lojálisak lesznek Orbán Viktorhoz, vagy az Alkotmánybíróság, a számbevőszék, az ügyészség vezetői. Kétszer se biztos, tehát csak arra utalnék, hogy én most nem előlegezném azt meg, hogy egy kormányváltást követő helyzetben nem lesz-e alkupozícióban a Fidesszel szemben az akkori még oly vékony kormány többség. Mert könnyen lehet, hogy a Fidesznek az érdekviszonyai alapvetően megváltoznak egy vereség után, például varázstalanítódik a vezér, akinek a karizmatikus legitimációja egyenlőre összerendezi NER lovaktól, főhatóságvezetőn át, kuratóriumi tagokig az egész rendszert. De még egy dologra utalnék, hogy ugye valóban meg kell találni, és meg is fogjuk találni megfelelő jogi eszközöket. Lehet ilyen hatása is a kormányváltásnak. Egyébként azért látható az elmúlt néhány évben, hogy erőteljesen megkopott, úgymond. Ugye a szemben ülő arcokon is lehet látni, hogy megkopott úgymond a vezérnek az imázsa. Tehát azért elég sok olyan otromba lépést tett Orbán Viktor, ami szerintem nagyon sok szenvedülő képviselőnél már átlépte azt a vonalat, ami elfogadható, és egyelőre még csak ilyen jeleket látunk, hogy mint most például a Böröcz-féle javaslatnál, hogy úgymond az önkormányzatok részéről egyelőre a felszín alatt érkeztek nyilván azok a jelzések, aminek a hatására meghátráltak. De szerintem nagyon-nagyon erőteljesen meghatározza az ellenzék feladatát, hogy mit kell most tennünk a következő időszakban. Ugye látszik, hogy van egy ellenzéki együttműködés, egy formálódó együttműködés, ami úgy indult, hogy választókerületi szintű koordinációba belemegy 6 ellenzéki párt. És nyilván ezt bizonyos fokig veszélyesnek érezte, vagy akár jelentős mértékben veszélyesnek érezte a Fidesz, ezért Molnár János erőteljes segédletével kialakítottak egy olyan rendszert, hogy itt föl sem merülhessen 2 lista indítása. De egyébként konkrétan egyébként, amikor már odáig eljutottak a pártok, hogy választókerületek szintjén valahogy megosztják, hogy egy jelölt legyen, akkor még a propaganda állításaival szemben nem alakult ki az az érzés, hogy itt közös listán kéne indulni. Pontosan azért, mert azért sorolhatnánk mi is az igen sok kritikát a 2015-i kormányokhoz képest, és nyilván ezt a Jobbik is megtette, megteszi, a Momentum is megtette, tehát minimum mondhatjuk, hogy ilyen kétosztatú volt az ellenzék. De most egy olyan kormányzati propagandát látunk nap mint nap a parlamenti viták során is, hogy itt arról beszélnek, van a nemzeti oldal, meg a bal oldal. Van a nem tudom, az Orbán Viktor körül szerveződő hatalmi erő, és akkor a Gyurcsány listán a különböző gúnyneveket találnak ki, hát ugye a Karácsony Gergőre valami elképesztő kommunikációs hadjárat zúlul, de már látszik, hogy kész voltak a kis kommunikációs filmek abban a pillanatban. És hát láthatjuk az elemzéséből, hogy több 10 millió forintot költenek egy ilyen lejárató kampányra. Tehát nekünk feladatunk arról beszélni, hogy ami most az ellenzéki oldalon van, az nem a bal oldal, hanem az az ellenzéki pártoknak az együttműködés, amit valóban ez a fajta gyalázatos és meggyőződésem szerint a nemzeti érdekeket súlyosan sértő politika formált meg. Tehát itt van a jobb-közép, jobbiktól kezdve ugye liberális pártok, baloldali pártok, hát lehet vitatkozni persze, hogy melyik pártot milyen jelzővel illetők, ott az LMP, mint zöld párt, hogy ezt viszont tudatosítanunk kell, hogy bizony mi is azon az oldalon állunk, úgymond, akik nem szívesen látnának globalista, internacionalista erőket, úgymond a nemzet jövőjét meghatározó kérdések felkapcsolatban, döntési pozícióban. De azért ezt látni kell a társadalomnak, látni kell a Fidesz jelenlegi szavazótáborának is, hogy amit most csinálnak, az nem a nemzeti politika, nem a nemzeti érdekek védelme. És elképesztő mértékben kiszolgáltat minket. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy mit műveltek most a felsőoktatásra, mit műveltek az elmúlt 11 évben. Tehát szerintem az egyik leggyalázatosabb húzás az, hogy igazából semmit nem kezdtek például azzal, hogy milyen megalázóan alacsonyak a bérek. Tehát ami most történt az elmúlt 11 évben, az a felsőoktatásnak a kivéreztetése volt. Tehát amit én tapasztalok, ugye valóban vannak ilyen bebetonozott, vagy nem tudom, ilyen berögzült struktúrák. De mit lehet kezdeni egy olyan felsőoktatásban, ahol mondjuk 180 000 forint nettó fizetésért dolgozik egy doktori fokozatra egy egyetemi adjunktus? Hát 100 milliárdokat vontak éves szinten 2010 óta a felsőoktatásról. Tehát konkrétan azt tapasztaljuk, hogy el kell menni másodállásba a felsőoktatási dolgozóknak, nem tudom, középiskolába dolgozni. Nem tudnak már foglalkozni ezzel, nem tudnak bevállalni nemzetközi projekteket, pályázatokat nem tudnak bevinni, mert egyszerűen már gyakorlatilag ellenérdekelté vannak téve, hogy ők tényleg a szívüket, lelküket és a tudásukat beleadják. Tehát amit Orbán Viktor 11 év alatt művelt a felsőoktatással, az gyalázat, és az elárulása egyébként a magyar fiatalok jövőjének. Tehát filozofálhatunk az egyetemi autonómia meglétéről, de konkrétan a finanszírozási alapját vonták meg az elmúlt években. És most ezzel az egészen gyalázatos húzás, hogy belengedtek egy 1500 milliárdot. Ilyen-olyan módon belezsarolták az egyetemeket. Majd azt mondták, hogy ez nem jön, és a másik oldalra pedig ide hozza a Fudan Egyetemet. Tehát egészen megdöbbentő. Most azért gondoljuk bele, milyen hatással lesz annak, hogy idehozza a Fudan Egyetemet. Sokkal több pénzért felépíti, vagy fel akarja építeni, mint amit egy egész évben a teljes magyar felsőoktatásra fordít. Tehát ilyen 550 milliárddal kalkulálnak, hogy a különböző telek értékkel, meg a ráköltés együtt ennyibe fog kerülni, plusz éves szinten még 15-20 milliárd forintot ráköltenek. Ez sokkal több, mint a teljes magyar felsőoktatás. Már olvashatjuk, hogy a kormányzati kalkulációk, tervek szerint a Fudan Egyetemen 10-szeres oktatói bérek lesznek. Azért ezt hogy fogják megélni majd a nemzetérzelmű, adott esetben Fidesz szavazó polgárok, akik szeretnének mondjuk vidéken egy jó minőségű felsőoktatási intézményt a gyerekeiknek. Tehát a feladatunk az, hogy bemutassuk azt, hogy milyen módon szolgálja ki az országot, milyen módon zálogosítja el a fiatalok jövőjét a Fidesz. Tehát felejtsük el azt, hogy itt a nemzeti versus globalista, internacionalista ellentét van, ez nem igaz. Tehát Én magam is rengetegszer fogalmazok meg a mai napig kritikákat, mondjuk a 2010 előtti időszak vidékpolitikáját érintően. Nagyon éles konfliktusok tudnak lenni, akár nemzetpolitikai kérdésekről, az LMP mindig is egy erőteljesen nemzeti beállítottságú párt volt, de én most azt tapasztalom, és egyébként még abból a körből is, azokból a kapcsolatokból is, akik még úgy inkább a Fidesz felé húztak, Fidesz felé hajaztak, hogy itt egy olyan szintű kényszer alakult ki, hogyha valaki abban gondolkodik, hogy a nemzeti érdekeket képviselni kell, hogy a fiatalok jövőjét biztosítani kell, a vidék felzárkóztatását biztosítani kell, a kis falvak elnéptelenedését, elvesztését meg kell állítani. Olyan ügyekben, amiket a Fidesz egyébként kommunikációsan az ászlajára tűz, akkor itt elképesztően fontos és nulladik lépés ennek a rezsimnek az eltávolítása. És én azt gondolom, hogy amellett, hogy a jogi lehetőségeket nézzük, hogy milyen módon fogjuk felépíteni majd a kormányzást egy kormányváltás után, nekünk pontosan az a feladatunk, hogy bemutassuk azt, hogy miért ellentétes, szinte már minden retorikai elemmel kommunikációs húzása az, amit a Fidesz csinál, és egyszerűen, hogy úgy mondjam, meg kell tudnunk győzni nagyon sok embert, akik mondjuk most vasárnap még a Fideszre szavaznának. És hogyha ezt meg tudjuk tenni, hogyha egy kicsit túl tudunk lépni a saját, nem tudom, berögzült ellenzéki struktúráinkon is, és szokásainkon is, akkor én azt gondolom, hogy nem irreális. Nem irreális, ahogy te is mondtad, hogy van egy olyan rendszer, ami egy viszonylag kisebb többséggel, egy kétharmados többséget tud jelenteni, hogyha jól végzi a munkáját, és elvégzi a munkáját az ellenzék, hogyha nem engedi el úgymond a vidéket, és valóban elmegyünk, megdolgozzuk úgymond ezeket a vidéki térségeket, és elmagyarázzuk az embereknek, hogy mi a tétje ennek most, akkor szerintem egyáltalán nem irreális a kétharmados győzelem, és nem irreális az, hogy ezeket a struktúrákat akár így, ilyen módon, a legegyszerűbb módon helyre tegyük, és ismét megadjuk egy normális kormányzásnak az alapjait, így a jogi értelemben is. Ezt akartam is kérdezni egyébként tőletek, de akkor te már válaszoltál rá. András, szerinted a választási törvény győztes kompenzációja miatt van esély, hogy az ellenzék kétharmadot szerezzen 2022-ben? Hát azért van esély egész pontosan, bár most már azért kezd körvonalazódni, hogy mi lesz a percepció a Covid-válság kezelésről, de én azt mondtam hetekkel ezelőtt, hogy amennyiben a kormány nem tudja mederben tartani ezt a, hát nem csak járványügyi, hanem gazdasági, szociális vészhelyzetet, ami kialakult az elmúlt egy évben, akkor könnyen elbillenhet a mérleg a másik irányba, és ebben az esetben egyszerűen az Orbáni választási rendszerbe kódolva van, hogy a nagy győzelmet nagy vereség követheti, és fordítva, tehát az ellenzék egy viszonylag, hogy mondjam, szerényebb fölénnyel is tud kétharmados győzelmet aratni. Egész konkrétan arra gondolok, hogy ha az egyik lista 50% fölött van, a másik meg mondjuk alulról verdesítsek a 40-et, tehát van egy bő 10%-os rés a két nagy lista között, akkor könnyen előfordulhat a kétharmados többség egyébként bármelyik irányba. Jelenleg ez a képlet még nyitott, bár én azt gondolom a jelenlegi folyamatokat látva, hogy itt a Fidesz leginkább magát tudja megbuktatni, bár komolyan dolgozik is ezen. Jó. Nagyon szépen köszönöm Keresztes László Lórántnak és Schiffer Andrásnak is, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen.